Magyarországa már bevált migrációs politikáján nem változtat, erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ma estében. Bakondi György egyebek mellett azt is mondta, hogy a soros szervezetek, a balliberális pártok és az Európai Unió már 2015 óta folyamatosan arra törekszik, hogy megszűnjön a határőrizet, és bárki átmehessen Magyarországon. Vagyis őket nem érdekli a magyar emberek akarata. A tegnap esti beszélgetést most megismételjük. Bakondi Györggyel, Mészáros Kata kolléganőm beszélgetett. Az Európai Bíróság csütörtöki ítélete szerint a röszkei tranzitzónában a magyar állam nem biztosítja a migránsok jogait és őrizetben tartják őket. A kormány álláspontja változatlan, tehát a magyar szabályozás megfelel az uniós és nemzetközi jognak is, hiszen a migránsok a tranzitzónából bármikor vehették volna az irány Szerbia felé. Mit szól a döntéshez és milyen lehetséges következményei lehetnek ennek? Ez egy viszonylag gyors döntése volt az Európai Bíróságnak. Nem túl régen, egy pár hete volt, amikor a főtanácsnok, aki minden ilyen bírói döntés megelőzően egy jogi álláspontot kialakít, erre az álláspontra helyezkedett. Akkor még reménykedtünk, hogy a bíróság a bíróságoktól elvárható objektivitással és a tények mérlegelésével igyekszik majd egy objektív döntést hozni, amelyik a saját eljárási szabályaival, az Európai Unió előírásaival és általában a bírói eljárással összefüggésben szükséges. Ezzel együtt egy gyors döntés született, és nem tartom magam részéről azt sem véletlennek, hogy ez a gyors döntés ez éppen egybeesett az Európai Parlament plenáris ülésén Magyarország sokadik napirendre tűzésére, vagyis egy olyan politikai nyomásgyakorlásról van szó, amelyik ez esetben a bírói döntés alapján arra irányul, amire 2015 óta folyamatosan törekednek a Soros György által szervezett civil szervezetek és a baloldali liberális pártok, az európai apparátus, az Európai Unió apparátusa, hogy lehetővé tegyék, hogy áthaladhassanak Magyarországon, megszűnjön a határellenőrzés a magyar határon, vagyis a magyar emberek akarata helyett mások érdekei, elgondolásai, törekvései, politikai céljai valósuljanak meg. Az, hogy ez a vita és a bírói ítélet így egybeesett, ez kétségtelenül mutatja, hogy itt furcsa dolgok is történnek. Annál is inkább érdekes ez a bírói döntés, mert ugyanebbe a tárgyba egyébként az Európai Emberjogi Bíróság már hozott egy döntést, amelyik éppenséggel azt homlok egyenes ellenkező véleményre jutott, mint most az Európai Unió Bírósága. Kimondta, hogy szó sincs itt semmilyen jogszabályi, jogellenes fogvatartásról, hiszen a szerb-magyar határon keresztül, ahonnan érkeznek ide a menekült kérelmet benyújtók, nyitott az a tranzitzóna, bármikor oda visszatérhetnek. Mit gondolt, tábornok úr, mennyiben jelenthet ez a döntés, az ítélet a jövőre nézve újbóli meghívó levelet az illegális bevándorlóknak, és ezzel összefüggésben az embercsempész hálózatoknak? Hát meghívó levelet akkor jelentene, hogyha mi úgy gondolnánk, hogy ez egy jogszerű döntés, és mi jogellenesen jártunk el, és megszüntetnénk a határellenőrzést a szerb-magyar határon. Ebben az esetben természetesen ez meghívó levél lenne, nem kellene elkerülni a magyar határt, és mindenféle irányokba kerülgetni, hanem közvetlenül a 2015-ben kialakított tömeges áthaladási útvonalon érkezhetnének Európában az illegális bevándorlók. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy ez a döntés, ez ellentétes a magyar alkotmánnyal, ellentétes azzal a kormánypolitikával, amelyet a magyarok nagy többséggel választottak meg, és mondtak többszörösen igent erre a migrációs politikára. Biztonság és a határ ellenőrzés a belbiztonság alappilléreként való kezelése fontos elv, és úgy gondoljuk, hogy ha a határ nyitva lenne az illegális, jogellenes átlépők előtt, ez a jogállamiság megcsúfolása lenne, és súlyosan veszélyeztetné
magyarországi belbiztonsági helyzetet, a magyar emberek biztonságát. Ezért tehát részben nyilván vizsgáljuk majd az alkotmánnyal való összeütközés következményeit és lehetséges módozatokat, fellebezés lehetőségeit is, de határozottan az az álláspontunk, hogy Magyarország a bevált és a nagy támogatottságú migrációs politikáján nem kíván változtatni. Miniszterelnök úr aggasztónak nevezte azt is, hogy miközben a világjárvány az Unió összes tagállamát érinti, Brüsszelben a migráció szervezésével vannak elfoglalva. Szinte ezzel egy időben Szijjártó Péter is felhívta arra a figyelmet, illetve az Európába induló migrációs hullámra, amely ugye egészségügyi fenyegetést is jelent. Hol van most a fő csomópont, és Líbiából merre tartanak a migránsok? Hát pont a héten szerepelt a magyar médiában is Szijjártó miniszter úrnak egy tárgyalása a máltai külügyminiszterrel, és teljesen világosan látható, hogy a Máltára érkező illegális bevándorlók, ez sokszoros növekedést, számszerű növekedést tapasztalható a korábbi, az előző év hasonló időszakához képest, vagyis az a több százezer, a máltaiak becslése szerint mintegy 600 ezer illegális bevándorló, aki Líbiába tartózkodik, és ahogy már erről én beszéltem, vannak egyre markánsabb jelei annak, hogy nem csak Líbiából, hanem Tunéziából és Algériából is indulnak útba olaszországi úti céllal. Ez azt jelenti, hogy az illegális migráció most a járvány veszély miatt bevezetett korlátozások feloldását követőleg ismét egy dinamikusabb szakaszba léphet, és úgy néz ki az információink szerint, hogy Törökország is folytatni kívánja azt a migrációs politikáját, amelyet a járvány időszakát közvetlenül megelőzően hirdetett meg ez a nyílt határok koncepciója, miszerint úgy akar az Európai Unióra nyomást gyakorolni, hogy megnyitja a határait az Európai Unió felé vezető úton, és emiatt a görög-török határon súlyos konfrontációk alakultak ki a járvány veszélyt megelőző időszakban. Ha a járvány veszély miatti korlátozások feloldása kerülnek, véletőleg dinamikus növekedésnek lehetünk majd tanúi, vagyis rendkívül fontos lenne, hogy az Európai Unió tanulva a 2015 óta megtapasztalt negatívumokból időbe kellő mértékű objektív elemzésen alapuló döntéseket hozzon az illegális, tömeges, jogellenes bevándorlás ellen.